esetben persze itt is gond van, még nagyobb gond van olyan többi, olyan szakágokban, ami miatt mondjuk a járműipel elszippantja ezeket a munkaerőket. Mindenkit érint a probléma, ezért azt közösen is kell megoldani, ezt mondta Borkai Zsolt az Ipari Park Fórumán, amit azért hívtak össze, hogy a fokozódó munkaerőigény megoldásán gondolkodjanak közösen. A polgármester bejelentette, az önkormányzat 300 új bérlakás építését tervezi, de nem egyedül, hanem az állam és az érintett cégek bevonásával. Remélem, hogy a közeljövőben, akár itt ezen a fórumon is már sok olyan ötletet, olyan javaslatot kapunk, amivel együtt közösen előre tudunk lépni, akár bérlakásával, lakásprogram keretein belül is minden olyan programban, amivel vonzóvá tesszük ezt a várost, és akár családokat tudunk majd idehozni a jövőben. A kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya már korábban felhívta a figyelmet a problémára, hiába vannak üres álláshelyek, melyekre jönne is a szakképzett munkaerő, csak nincs hol lakniuk. A telített ingatlan piac miatt elfogytak a lakások és az albérletek, illetve legfeljebb csak horroráról lehet ingatlan bérelni Győrben, ez pedig elriasztja a potenciális munkaerőt. Most már ott tartunk, hogy a foglalkoztatási főosztály a rendelkezésére álló eszközrendszerét nem is tudja teljes mértékben kihasználni, mert nincs kire. És ezt a feladatot most már mindenképpen közösen kell megoldani, és ezért kellenek hozzá az állami szereplők, ezért kellenek hozzá a kamarák, ezért kellenek az önkormányzatok, mert két fontos feladat van. Az utánpótlás két módon tudjuk most már biztosítani. Vagy más megyékből kell munkavállalókat toboroznunk, vagy megyénk szülötteit kell visszacsábítanunk. Az Ipari Park cégei már másfél évvel ezelőtt jelezték, hogy egyre nagyobb munkaerőhiánnyal küzdenek. Ennek megoldása a parkot üzemeltető társaság számára is fontos lenne. Olyan problémát jelentene a munkaerőhiány az ipari park fejlesztőjének, mint az ipari parkban működő cégeknek, hiszen mi is szeretnénk bővülni, és a bővülés az azt jelenti, hogy újabb cégek jönnek, és újabb munkaerő szükséges. Ez azt jelenti, hogy együttműködve a várossal, együttműködve az egyetemmel, a kamarával, ki kell dolgozunk egy olyan stratégiát, amely hosszú távra biztosítani tudja az ipari park és a többi győri cég munkaerővel való ellátását. A csütörtöki fórumnak biztosan lesz folytatása, hiszen a munkaerő utánpótlás biztosítása mindenki számára égető probléma. Borkai Zsolt polgármester úgy fogalmazott, várják a hasznosítható ötleteket a partnerektől. A város ugyanis nyitott a megoldásra, de csak is úgy, ha azt közösen valósítják meg az érintettek.